A gonosz a szobájában ült, a lámpafény alatt és olvasgatott. Néha felfelnézett a könyvből, eszébe jutott az a sok-sok gonosz dolog, amit aznap cselekedett. De ezt hamar elunta. Aztán felidézte, amikor a háza előtt a visszapillantó tükörben meglátta a tekintetét, ahogy a karácsonyi díszítés vörös fénye az arcára vetült. Kifejezetten gonosznak nézett ki így. Fekete szemében meg annyi fájdalom és értelmetlen szenvedés kavargott. Ez tetszett neki. Aztán elkomorult. Végtelen fáradtság szállta meg a gondolatra, mennyi mindent kell még megtenni, hogy az élet helyén nem maradjon más, csak bűzlő hamu. Becsukta a könyvet, és kibattyogott a konyhába. A feleségét a fülcimpája mögött puszilta meg. A felesége tekintetében ragyogás és kacérság. A gonosz megsimogatta a felesége hátát és fenekét. A gonosz mindent pontosan úgy csinált, ahogy egy asztalnál illik vacsora közben. És arra gondolt, vajon képes lesz-e felkelni másnap reggel.